Honnan ered a makrobiotika? Mi a makrobiotika? A makrobiotika egy olyan szemléletmód, amikor úgy éljük az életünket, hogy a természet része vagyunk, és a makrobiotikának a sarokköve a táplálkozástudomány: hogy természetes ételeket eszünk feldolgozatlanul, ami a gabona, növényi fehérje és zöldség alapanyagokról szól. Milyen alapanyagokat használ a makrobiotika? Gyakorlatilag a legfontosabb, hogy a makrobiotika nem feldolgozva, nem agyon finomítva, és mindenféle mesterséges színezítővel, adalékanyaggal, állományjavítóval, föltuningolt ételekről szól, ami természetesen a környezetben megtalálható, azt vízben megfőzünk, vagy gőzöljük, vagy, vagy egyszerűen pirítjuk, pároljuk, vagy blansírozzuk. Természetes elkészítési módokat használunk, vagy éppen fermentálunk, amikor sót teszünk egy káposztához, vagy bármilyen zöldséghez, és ebből savanyúság lesz. A mai napokra van-e üzenete a makrobiotikának, és ha van, mi az, amit abból tanulhatunk? A makrobiotika nagyon fontos, hogy ma abba segítsen minket, hogy a mai modern embernek milyen ételekre van szüksége, hiszen nincsen fizikai aktivitásunk, fűtött otthonokban élünk, korábban ugye napi 8-10 órát fizikai aktivitásban töltöttünk télen, ha kell, mínusz 20 fokba, nyáron, ha kellett, plusz 40 fokba, és most pedig irodaházakban ülünk, fűtött otthonokban, elkényelmesedve fizikai aktivitás nélkül. És ugye a makrobiotika tudománya arról szól, hogy milyen környezeti hatásban vagyok, én milyen állapotban vagyok, és ehhez milyen ételekre van szükségem. Tehát azok a régi hagyományok, amikor hatalmas fizikai aktivitással éltük az életünket, és a minden kellett télen melegítő hatású étel, mert nem voltak fűtve az otthonok, csak az a helység, ahol az ételt készítették, ugye egy ilyen sparhelten, az ott, az a konyha, a közös étkező, az a család mindig este összejött, és és akkor mindenki ment a fűtetlen szobájába, és tavasszal pedig fölmelegedett egészen a, a kánikula időszakáig a, az otthon, és aztán ugye újból következett ez a ciklus. Ehhez ugyanazokat az ételeket nem tudjuk fogyasztani, amikor agyon vannak fűtve az otthonok, fűtött autóba járunk, fűtött tömegközlekedési eszközökön. Tehát ehhez egyszerűen csak a gabonák, Növényi fehérjék és a zöldségfogások fontosak. Nagyon sok ma táplálékallergiás gyermek, egyre több és több ő, már egyre fiatalabb korában már ilyen panaszokkal küzd. Éppen ezért a Magyarországon, a Kárpát-medencében növő gluténmentes rizs, ugye, amit a törökök hozták be a Kárpát-medencébe a kukoricával együtt, ez egy nagyon fontos élelmiszer alapanyagforrásunk, mint gabona. Akkor a köles, ami mindig is itt volt a Kárpát-medencébe, ugye nem engedi a fölösleges szénhidrát felszívódását, nagyon szép szákás, ugalmas testünk lesz, és nem, nem tud túlsúlyunk lenni akkor van még, ami gluténmentes, az a cirok, van még a hajdina is. Ezeknek a lisztjei és a tésztái ezek hatalmas variációban elkészíthető köretnek, főfogásnak, levesnek, desszertnek, bárminek. Tehát a Kárpát-medencében végtelen nagy gazdagsággal találhatóak, még a növényi fehérjék is, tehát a babfélék, mint fehérbab, tarkabab, juliskabab, vörösbab, tallérbab, diákbab, ilyen salátabab. Tehát nagyon sokféle alapanyagunk van, és hogy a növényi fehérjét, mint a bab lencse borsókat, elfogyasztuk együtt a gabonákkal, olyan ö, fehérjét kapunk, mint egy szelet húst fogyasztanánk el, és így a mai elkényelmesedett világunkba, nincs szükségünk az állati fehérjének az elfogyasztására, mert nincs olyan fizikai aktivitásunk sem. Tehát fontos figyelembe venni a, ezeket a környezeti hatásokat, illetve nagyon sok környezetszennyezésünk is van, mint például a sugárzási környezetszennyezés, mert elég sok nukleális balesetek történtek a, a a világban sok felé, akkor meg ilyen tengelarati kutatás, is, szintén ilyen atomrobbantások, és azért ezek nagyon módosították nekünk a földbolygónknak az ökológiáját. Mutációk alakultak ki, tehát az ilyen kicsi halacskából, amikor történt ez a tengeralatti kísérlet robbantás, ugye ekkora nagy halak lettek, és ez ugyanúgy hat a mi szervezetünkre. És ezeket a környezeti hatásokat figyelembe véve, milyen ételeket fogyasszunk, miközben nincsen fizikai aktivitásunk. Arról szól a makrobiotika tudománya, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen környezeti hatásban vagyunk, és mit kell fogyasztanunk. És nagyon fontos kérdés ma a földbolygónknak a tisztántartása. És ehhez a gabona, növényi fehérjék és zöldségfogások teljesen megfelelőek, hogy a föld is tiszta legyen, és a testünk is tiszta legyen. Igazából erről szól a makrobiotika tudománya, meg annyi étrend létezik, fogyasztó, testsúlynövelő, egészségmegőrző, vírusölő étrend, olyan, ami olyan immunanyagokat tartalmaz, hogy megerősödik az immunrendszerünk, és védetté tesz a fertőzésekkel szemben. Mindenféle betegségeknek vannak speciális gyógyító étrendjei, gyógyhatású étrendjei. Bárki bármilyen terápiát alkalmazhat, de itt az ideje, hogy most már saját magával törődjenek az emberek. Tehát amikor most ö, ö, korlátozva van az egészségi szolgáltatásba a az, hogy bejussunk. Nincsen értelme, hogy magunkat betegítsük a modern ételekkel, és akkor az egészségügyet elárasszuk feladattal. Igenis, magunkra vagyunk hagyva, és magunknak kell ezt a feladatot megoldani, ez etika is, mert azt nem tehetem meg, hogy azért, mert én luxus ételeket fogyasztok, kacsasültet, miközben nincs fizikai aktivitásom, és lesz 30-40 kg túlsúlyam, és kardiovaszkuláris panaszaim vannak, és akkor az egyéb családtagjaim szabad energiája arra menjen el, rohangászik velem egyik egészségi szolgáltatásból a másikig. Tehát az endometriózis, a fájdalmas menstruáció, meddőség, alergia, aszma, izületi megbetegedések, daganatos megbetegedések, rengeteg betegséget ad nekünk a mai modern étel, amit mi elfogyasztunk nincsen ennek értelme. Az egészségi szolgáltatások nem elérhetőek, akkor meg nem is akarom terhelni a családtagjaimat azzal, hogy én most beteg vagyok, és akkor kiesik az én jövedelmem, kiesik az én aktív családi közösségbe elfoglalt helyem, ami az én feladatom, és még, még feladatot is adok nekik. Én úgy gondolom, hogy nagyon etikus a makrobiotika tudománya, és segít minket a boldog, szabad élethez. Igazából ezt jelenti a makrobiotika. A tejtermékekhez hogyan áll a makrobiotika? A tejtermékek tudjuk, hogy bizonyított tény, amikor keleten a megfigyelték, hogy ugye nem fogyasztanak tejterméket, és ott nincsen allergia, aszma, merrák, daganatos megbetegedések, ciszták, miómák, afták a szájban, és sűrű a hajuk, ugye mert a tejtermék a, a, test perifériáján lezár egy réteget, és nem engedi a természetes kiválasztásunkat, hogy izzadással a fölösleges alakanyag elmenjen. És így ugye a hajhagymákhoz sem megy, a sok oxigén és a tápanyag, és akkor ugye itt az európai embereknek úgy kicsit ritkásabb a haja, mint a keleti embereknek, akik gabona, gluténmentes gabonát fogyasztanak, mint például a rést, és, és babot. Tehát gyakorlatilag ők ezen a kettő alapanyagon nőnek föl, ez, ez adja 70%-át a bázis étkezésüknek. Nem is tudjuk megkülönböztetni egy anya-lányát, hogy melyik az idősebb, mert itt, itt viszont nagyon is látszik, hogy ki az anya, ki a lánya, mert a nők 40 éves koruktól, amikor a második világzásukat tudnák megélni, azt meg is élik, tudják ezeket az élményeket is értékelni. Itt Európában pedig 40 éves kortól pedig egyre több panasz és egészség kihívása van a hölgyeknek, mint Azért, mert nem női étrenden élnek, hanem a mai modern ételeken, és ugye nekünk a női szervezetünk az nem tud úgy égetni, mint egy férfi szervezet, és bizonyos a ott marad bennünk, megterheli a kiválasztó rendszerünket, és folyamatos betegségeket ad. Egyik következik a második után, 40 éves kor fölött. Tehát a tejtermékek, akik med, ami meddőséget, cisztát, miómát ad, fájdalmas menstruációt és endometriózist, meddőséget a nőknek, nagyon megkeseríti az ő női mi voltukat. Tehát én azt javaslom, hogy, hogy ha biztonságos ételeket akarunk készíteni, gluténmentesen, tejtermékmentesen, tojás és cukormentesen éljük az életünket. Tojás azért a gyermekeknek az fontos, azért mert a szívizmokat erősíti, hogy az fejlődjön ki, még, még nagyobb korú lesz. A makrobiotika tudománya legalábbis ezt mondja, de enélkül is népcsoportok éltek, és népesítették be a földbolygót, hogy gabona, borsó és zöldségfogásból állt az ételüknek a, a 90 ban Van nyilvánvaló gyümölcs is még ehhez, attól függ, hogy melyik égtájon vagyunk. És ez tökéletesen megfelelt, és ezzel az alapanyagból készült ételekből fogyasztották az emberek az ételeiket, és így népesítették be a földbolygót minden kontinensen. Tehát ez a makrobiotika üzenete, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni, most meg úgyis otthon vagyunk, nem tudunk sehova eljárni, és a mi dolgunk az, hogy az életmód szokásainkat most megváltoztassuk, aki egész eddig halogatta, most már nincsen hova halogatnia és ebbe segít az alapítványunk azzal, hogy díjmentes főzőiskolákat tartunk, tehát nézzétek meg a honlapjainkat, sebestjénszilvia.hu, vagy beütitek, hogy makrobiotika, és díjmentes főzőiskolákat találtok, ahol a Kárpát-medencei embereknek Kárpát-medencében növő alapanyagokból nagyon sokféle finom, változatos ételeket készítünk. Ez is nagyon lényeges, hogy az az életmód szokás, ami lemondással jár, az nem tartható. De nézzétek meg a főzőiskoláinkat, amik önkéntesek segítségével készülnek, ott van fönt a honlapunkon, és rendkívül változatos finomságokat, deszerteket, főfogásokat, leveseket, salátasavanyukat találtok, és erre invitálok titeket, hogy tanuljunk meg békében, egészségben élni a Kárpát-medencében. Sok szeretettel várlak titeket a díjmentes főzőiskoláinkon.